Mit rejt a zöld szín? A levelek szép zöld színe. Hatodik osztályosoktól fölfele ajánlom, általános iskolák egészen az érettségizőkig. Mindenki számára természetes, hogy tavasszal kizöldül a természet, és aztán gyönyörű zöldek lesznek a fák. Hirtelen naponnak a látható jelenség, ahogy a rügyfakadás után megjelennek a gyönyörű zöld levelek. Ezt vizsgáljuk most meg, mitől is zöld, és milyen színek alkotják ezt. A leveleket feldarabolom egy kis dörzsmozsárba téve, egészen pici, apróra. Nagyon fontos itt a felület megnövelése, ugye olló segítségével minél apróbbra daraboljuk a zöld levelet, és a feldarabolt, tehát megnövelt felületű zöld leveleket kvarchomokkal, folyami homokkal esetben, amiről tudjuk, hogy oldhatatlan a homok, végül is ugyanolyan atomrácsos, mint a egyetistály, és hát tudjuk, hogy a homok az nem oldódik vízbe, sem sapat, sem lukan, tehát nem tudja kikezdeni. Viszont fontos lesz a dörzsöléshez. Tehát az aprítás után jön a roncsolás, a levél szövetét roncsoljuk, úgyhogy elkezdjük a homokkal jó két vegyszeres kanálnyi, két-három kanálnyi kvarchomokot, folyami homokot veszünk a feldarabolt levelekhez. És elkezdem kicsit dörzsölni. Nem egy nagy enyhe mozdulattal, hanem nagyon is erős, nyomó és keverő mozgással. Elhúzzuk ezt a levél, felaprított levél részeket, roncsoljuk a szöveteket. És hozzá töltünk olyan oldószert, acetont, általában a lányok és a fiúk is tudják, hogy ez a körömlaklemosáshoz volt használatos a háztartásokban. Tehát laklemosó, festéklemosó oldószer, szerves oldószer. Ezek szerint ezt alkalmazzuk, a levélben is olyan festékanyag található, ami a szerves oldószerrel kioltható. Tovább dörzsölöm a felaprított homokos levélrészeket, és most már acetonos oldatban, és azt tapasztaljuk, hogy gyönyörű, zöld színű még kezd alakulni a szinten a acetonos oldat. Tehát kivonja, kioldja a zöld szint festéket, festékoldatot a levelekből. Kivonjuk. És miután már elég szép zöld, mint a főzeléket készítettünk volna, csak ez nyers, idegen. Ezért is hívjuk az így elkészített oldatunkat nyers, és ez klorofil oldat, ugye ezt már a felsőbévesek tudják, hallották, a földi élet alapját képező, zöld növények, önellátó, autotróf, anyagcseréje, építőanyagcseréje, az a bizonyos fotoszintézis, mely nélkül nem lenne a földön élet. Tehát ezek az élőlények, a zöld növények, a fejlett, fák, cserjék, de a lágyszárú növények, a gyomnövények, de a láthatatlan kis, vagy vizekben lévő, akár egysejtők és zöld moszatok, de a nagy kiterjedésű barna moszatok, teleptestűek, hatalmas összefüggő erdőséget képeznek képletesen a vizekben, de a zúzmók, a mohák, ezek tulajdonképpen nélkülözhetetlenek a földi élet szempontjából, hiszen ők azok, akik a légkörben lévő oxigént termelik, juttatják mellékesen, és ugyanakkor szerves vegyületeket építenek fel a levegő széndioxidjából és a vízből.
Na most nagyon fontos az, hogy a szén-dioxid egyensúly megmaradjon. És ezért is a zöld növények, a föld tüdejének nevezett, ugye, nagy kiterjedésű erdők, őserdők, amelyek fontosak a szén-dioxid csökkentésében, így a klímaváltozás akár megakadályozásában, a felmelegedés, a jelenlegi veszélyhelyzet lecsökkentésében fontos szerepük lehet. Ugyanakkor szerves felületeket ők felépítik önellátó autotróf módon, amely alapja az összes állat, ember, illetve a gombák életműködéséhez. Nem beszélve az oxigén, de a levegőben még oxigén gázol. Na most a dőzsmozsárban gyönyörű zöld oldatot kaptunk, ez a nyers klorofil oldal. Ezt áttöltöm ebbe a főzőpohára, még pedig úgy, hogy egy kis kiöntő részénél nem itt oldalra tesszük, maga alá folyik, egészen, tehát anélkül is szűrnénk, leülepszik ugye a homok, ami oldhatatlan, és a levél maradványai leülepednek, és akkor csak a tiszta, szép színes zöld oldatot töltjük át egy üvegedénybe, főzőpohára. Ez a nyers klorofil oldal, gyönyörű, áttetsző, szép, tiszta, méregzöld, egységes zöld oldatot kaptunk. Még egy pici acetont teszek a törzsmozsárban lévő levél részekhez, akkor még tovább tudom szaporítani ezt a zöld oldatot, hogy esetleg több szélból, kémcsi vizsgálatban is maradjon belőle. Tehát a szép nyers klorofil zöld oldatunkat vizsgáljuk tovább. De már a kicsi gyerek is megérti, hogy a levelek zöld színét ez az a bizonyos festékoldat, festékanyag okozza, amelyet most a szerves oldószerre kivontam, kioldottam. Tehát áttöltve a maradék zöld, még mindig gyönyörű zöld oldatot, megszaporítottam ugye a nyers festékoldatot. Következő lépésben kurkapálcára feltekerek egy ilyen vékony kis szűrőpapír csíkocskát. A szűrőpapírról tudjuk, hogy kiváló netszívó tulajdonsága van, végülis fából készül, rostos szerkezetű, kis kapillárisai, hajszálcsövei, nagyon jó netszívó tulajdonsága rendelkeznek. Itt középen, a kurkapálca közepén egy kicsit feltekerjük, lehet ezt üvegbottal is készíteni, de a kurkapálca is kiváló el a cél, és még nem is törik. Tehát a szűrőpapírcsíkot a ujjunkkal segítve belerúgatjuk a főzőpohárba, amelyben ott van a nyers klorofil oldalt. És egy-két percig, pár percig benne tartjuk, úgyhogy az oldalához az edénynek ne érjen, és nem is baj, hogyha nem lóg le teljesen az aljára, csak a tetejébe épp elég annyi, hogy a tetejébe landoljon, az oldal tetejébe. Már látható, ahogy elindul a felszívódás, a futás. Tehát a általában ezt párosan végzik a gyerekek. A szűrőpapír, de otthon erre a célra kiválóan alkalmazható a Szilvia, a papírtörő, a kéztörlő, netszívó, vagy a papírzsebkendőből vágunk ki ilyen kis csíkokat. Otthon is elvégezhető egyszerű kísérlet ez, és aceton helyett lehet alkalmazni benzint, vagy lehet alkalmazni alkoholt, de aceton is van valószínű még a háztartásokban. Tehát elkezd futni, felszívódni a nyers klorofil oldat, a szűrőpapír rostjai, kapillárisai. És igen hamar látható, hogy nem csak fut, felszívódik, hanem, és akkor most még egy jó perc telt el, már látható, hogy csíkokat, eltérő színállalatú csíkokat mutat, vízszintes csíkokat, ahogy felszívódik ilyen 2-3 centis magasságban, landolnak ezek, és szép csíkok lesznek. Ahogy szívja a folyadékot, így picit engedek a
a papír csíkon lefele, mert a folyadék felszívódását, hogy a térfogata is csökken. Ezt az eljárást egyébként, ami egy egyszerű kis kísérlet, a kutatók napi szinten alkalmazzák, kromatográfiás eljárásnak nevezzük, és ez egy egyszerű papírkromatográfia. Kromatográfia ugye a színes oldat elválasztódik színeire, ha összetett. És akkor számunkra ez a kísérlet ugye egyértelműen bizonyítja, most már kivehető a kis papírcsík, és ugye ezt a kis párocskát vizsgálni szokták. Nagyon szépen látszik az egységes zöld oldalunk csíkjai, alul egy hullámos felülettel, ahogy a szerves molekulák futnak, szívódnak, egy zöld sáv, csikolat, ez az a bizonyos zöld szintre ejtő és zöld színre festő levele, klorofil, és ez is összetett klorofil A és B molekulákból áll, kékes zöld és halványabb, világosabb sárgás zöld, és csak ez képes arra a csodálatos jelenségre, amit úgy hívunk, hogy fotoszintézis. A napfény energiáját megköti, és ezt csak a gimnazistáknak tudjuk mondani, hogy konjugált pi-elektron rendszerében át is alakítja a fényenergiát kémiai energiává. És ennek az energiának a segítségével végzi ezt a bonyolult biokémiai jelenséget, ami ugye a gerjesztés után fotolízis, vízbontás, majd a széndioxid gáz, amit fölvesz a növény, egyszerű szervetlen kis vegyülete a légkörből, átalakítja fokozatos redukcióval szerves vegyületekké. Cukrokká, szénhidrátokká, keményítő, cellulóz, ugye egyszerű tovább a szőlőcukor, gyümölcukor, tartaléktáp vagy a keményítő, vázanyag, cellulóz, illetve másodlagosan minden szerves vegyületet fel tud építeni, a vízben, talajvízből felszívott, vízben lévő ásvány és sok szervetlen vegyületek segítségével. Így aminósavakat, fehérjéket, örökítő anyagalkotó részeit, nukleotidokat, nukleinsavakat, enzimeket, vitaminokat és még sorolhatnám. Rendkívül egészségesek és csodálatos élőlények a Földön. A fákat, a zöld növényeket, akkor is, ha egyszerű, tisztelni kell és védeni, hiszen nélkülük a földi élet nagyon érzékeny, ökológiai egyensúlya felborul, ami manapság érzékelünk is. Tehát nem csak árnyát ad a fa, jó klímát ad, hanem nagyon fontos kémiai folyamatokat végez el. Olyan vegyi labor, ami nélkül a földi élet megszűnne. És ilyen egyszerű fényenergia megkötéssel, szervetlen életek segítségével építi fel a többi élőlény számára a szerves vegyületeket, mint táplálékforrás. Állatok és az ember számára, és közben az oxigént elnyeli. Tehát két csíkot látunk minimum, a zöld, a klorofil, ami végzi ezt az általán elmondott nagyon fontos folyamatot, és a másik pedig fölötte sárgás színnel jelentkezik. A sárga csikolat, az pedig nem más, mint a ősszel, a levelek mikor kezdenek elszíneződni, látjuk ezt, sárga, zöldes sárga, narancsvörös, vörösbarna, kiegészítő színek formájában, hogy a levelek elszíneződnek. Tehát ezek a színek mindig ott vannak, a karotin, ugye, és vegyük a sárgarépát, sütőtököt, különféle zöldséget, gyümölcsöt, ami mindig ott van ez, és tudják a gyerekek is, hogy a A-vitaminnak fontos előforrás, a B-vitaminja, például a karotin, az éleslátás vitaminja. Ez minden zöld növényben ott van, tehát ebben a fotoszintetikus pigmentanyagban, a nyers klorofil oldatban is ott van. És narancssárga, sárga színnel jelentkezik, ugye a szantofil, illetve a karotin. Tehát ezeket elválasztottuk ezzel az egyszerű kis módszerrel, kutatási módszer, ami ugye otthon is elvégezhető egyszerű kis kísérlet. Tehát a nyers klorofil oldat nem is egységes, összetett, komponensekből, részekből áll, és ezeket a részeket ezzel egyszerű futtatással szint lehet választani. Mi az egésznek az alapja? Megint csak a felsőéveseket, a gimnazistáknak mondta a búrát. Óvatosan, tehát általános iskolás is megérti, hogy ez a zöld szín ez.
miből jön létre, és hogy ez a fal a levelekben, meg a különféle őszi színek, de a gimnazistának azt is el tudjuk mondani, hogy a felfutási sebessége a klorofilt képező festékanyagok esetében eltérő, tehát a leghamarabb a klorofil molekulák kötődnek meg. Adszorbens megkötési objektum a szűrőpapír és a kréta is. Közben egy hagyományos, pólózusos, lukacsos régi krétát helyeznek bele a klorofil nyers klorofil oldalba, gyorsan ott is elkezd felfutni, felszívódni ez a szép zöld oldal. És nem csak felszívódik, hanem megkötődik. Adszorpciónak hívjuk egy fizikai jelenség, a felületén megkötődnek a molekulák. Először a zöld színű molekulák, amelyek igen hamar megkötődnek, kiválasztódnak, adszorbensek, és ezek legkisebb utat tesznek meg a rajtvonaltól képest, míg a sárga fölötte fog megjelenni a sárga és a narancs szín, itt nem körülbelül áll, egységes sárga szín mutat, ami a szantofil és a karotin. De ez csak a gimnazistáknak mondhatjuk így el a komponensek neveit. Viszont a kicsi megjegyzi, hogy össze milyen szép a levél, és az is minek köszönhető. Tehát ezek a festékoldatok, komponensek, színanyagok ott vannak a levelekben, sejtalkotó részekben, zöld színtestekben, ugye, ugyanolyan sejtalkotó rész, mint a sejtmag, vagy zárványok, kristályok, csak ugye ősszel ezek lebontódnak. És most ezt fogom modellezni, kiveszem a krétát, nagyon szépen látszik, ahogy fut, és a futás alapján ugye végigfut a oszlop kromatogram. Ami készült a kromatográfiás eljárásra, ezek a kromatogramok, mint egy diagram rajzolat. És ezt tudjuk elemezni. Ez papírkromatogram rajzolat, ez oszlop kromatogram, ugyanezt fogja produkálni. És most megnézzük a kénycsövekben. Hirtelen lezajló változás, ami ősszel azért lassabban játszódik, mert ősszeli haladva, ami négy évszakos periódusunkban ugye nem örökzöld növények, legalábbis azok ritkák, hanem lombkulató növények élnek. És akkor télen ugye szépen nyugszanak, viszont ősszel a avar színeit nagyon szépen lehet tanulmányozni. Citrom rét van az egyes kémcsőben, az első kémcsőben, és ehhez töltök egy kis nyers klorofil oldatot. Most ezek a savak, ott vannak a növények anyagcsere termékeként, a sejtetvekben, sejtüregekben kiszabadulnak, és megbontják azt a bizonyos sejtalkotó részt, és lebontják a klorofilt. A zöld szín rögtön elkezd megváltozni. A zöld színből sárgás zöld, sárga, és a sav koncentrációjától, töménységétől, minőségétől függően elteri színű színek jelennek meg. És ezek a színek okozzák az őszi elszíneződést is. Tehát ez a citromjég már nem olyan zöld szín produkál, mint ami eredetileg volt. A következő a háztartási ecetsav, ebbe töltök, ecetsav, ugye oxánsav, sóskasav, gyümölcssav, minden növényben ott vannak ezek a savak. És kiszabadulva, már itt rögtön látszik az avar színe, sárgás zöld növény, ez a növény már nem tudja ellátni azt a anyagcserét, amit úgy hívjuk, hogy autotróf anyagcsere, fotoszintézis, ez már lehűlik és az avarba kerül. Tehát zöldes-barna, sőt majd egyre élénkebb színű lesz, mint vörös-barnak is találkozunk. Persze fajra jellemző, növényi fajra jellemző, hogy milyen színnel változnak ezek a levelek. Ismerünk olyan levelet, ugye mint a vadszőlő, amely valószínűtlenül bordóra színeződik össze. Tehát az is a klorofil elváltozása, lebontása van magyarázható, illetve az alapozza meg. És most sósav, ugye egy egyszerű háztartási sósav, abban töltök nyers klorofil oldatot. Tehát a kémcsövekben pillanatok alatt lejátszódik az a folyamat, ez is higított sósa, ami ugye a természetben heteken, hónapokon keresztül zajlik le. Tehát akkor a szép zöld szintől, ami végzi ugye, még nem oldjuk ki,
kémiailag nem kezeljük, végzi a fotoszintézist, és építi fel ugye a szerves vegyületeket, közben szolgáltatja az oxigéngázt a légkörnek, és ez a zöld szín megváltozik, akkor erre a tevékenységre már a zöld növény a zöld növénynek képes. Tehát itt ugye az elszíneződése és az avarral levő levelek színeit láthatjuk a kémcsövekben.